Több millió dollár és rengeteg arany lehet a Hezbollah beiruti kincstárában, amiről az izraeli hírszerzés azt állítja, hogy egy kórház alatt rejtették el. Izrael ezzel indokolja, hogy csapást mért egy kórház melletti parkolóra. A támadásban 13-an meghaltak. Közben a Hezbollah Haifára és Tel Avivra lőtt ki rakétákat. Éppen akkor, amikor megérkezett Izraelbe az Egyesült Államok külügyminisztere. Washington szerint azzal, hogy Izrael likvidálta a Hamász vezérét, újraindulhat az egyeztetés a békéről. Túlélők után kutatnak Beirut déli részén az összedőlt házak romjai alatt. A területen több lakóépületet porig rombolt az izraeli légierő. A testvérem a romok alatt van. Hallom, hogy cseng a telefonja, de sem géppel, sem kézzel nem lehet eljutni hozzá. Azt sem tudom, hogy éle, mondta egy férfi. Az egyik kórház melletti parkoló lényegében eltűnt a föld felszínéről. Libanoni források szerint 13-an életüket vesztették, és csaknem 60-an megsérültek. Az izraeli hadsereg bejelentette, azért bombázták a kórház közvetlen környékét, mert a hírszerzésük szerint a Hezbollah kincstára is egy beiruti egészségügyi intézmény alatt lehet. A Hezbollah több millió dollárnyi aranyat és készpénzt tart Hassan Nasrallah bunkerében. A bunker közvetlenül egy kórház alatt található Beirut szívében. Szobák és ágyak is vannak odalenn, amelyek hosszabb tartózkodása is alkalmasak, mondta az izraeli hadsereg szóvivője. Szerinte bizonyítékuk van rá, hogy a Hezbollah bőröndökben kapja a pénzt és az aranyat az iráni forradalmi gárdától. Izrael előzőleg a Hezbollah bankhálózatának több fiókját támadta Beirutban és Libanon más részein. A zsidó állam célja, hogy tönkretegye a terrorszervezet pénzügyi hátterét, hogy az ne tudjon fegyvereket vásárolni. Libanonban 30 célpontra mértünk csapást a Hezbollah pénzügyi rendszerének gócpontjaira. Ezek a bankok Irántól kapják a pénzüket és terrortámadásokat finanszíroznak. Így Irán ellen is védjük magunkat, mondta az izraeli vezérkari főnök. Nem szűnnek a harcok Gázában sem. Az emberek menekülnek az övezet északi részéből, miközben az izraeli hadsereg folyamatosan támadja a térséget. Jabáliában, Gáza egyik legnagyobb menekültáborában is távozásra szólították fel az ott élőket. De támadták Rafahot is, azt a térséget, ahová a harcok elől menekülnek a palesztinok. Az egyiptomi határon fekvő városban ütöttek rajta a Hamász terror szervezet vezetőjén a múlt héten. Kedden reggel Izraelben is megszólaltak a légvédelmi szirénák. A Hezbollah több tucat rakétát lőtt ki a Haifa közelében fekvő izraeli haditengerészeti központra, illetve az izraeli hírszerzés Tel Avivi bázisára. A légvédelem azt állítja, hogy minden rakétát elfogtak. A csapások éppen akkor érték Izraelt, amikor az amerikai külügyminiszter repülőgépe földet ért Tel Avivban. Anthony Blinken Jeruzsálemben tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, a többi között a háború lehetséges befejezéséről és arról, mi történik majd Gázában a harcok befejezése után. Washington szerint az a tény, hogy múlt héten Izrael megölte a Hamász vezetőjét, olyan helyzetet teremtett, amelyben újraindulhat az egyeztetés a háború lezárásáról.